75 évvel ezelőtt indult el az erőltetett menet Borból 3200 munkaszolgálatossal, köztük Radnóti Miklós költővel. A zarándoklat során Tóth Péter Lóránt Szerbián és Horvátországon át egészen a magyarországi Abdáig, Radnóti Miklós halálának helyszínéig gyalogol. Lassan vége a délvidéki 17 napnak. Gyorsan telt, mert Cservenkáról indultam, 34 kilométer volt, és Radnóték útjában Cservenka, Ószivác, Zombor rész szintén nagyon fontos volt, ezért Ószivácon a dokumentumfilm elkészítése érdekében több órát forgattunk ott a helyszínen. Úgyhogy meg kell szaporázni a lábaimat, de hát hál' Istennek, hogy ide értem időben. Tóth Péter Lórántot Zomborban menyasszonya Milanovic Lili várta, már csak nem 20 napja nem találkoztak. Most Zomborban látták meg újra egymást. A versvándort többen segítik útja során, mondta Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke, a verszarándoklat egyik védnöke. Óriási befogadókészsége volt a közösségnek a verszarándoklat vonatkozásában, hiszen az iskolások, az intézmények vezetői, a magyar közösség nagyon nagy szeretettel fogadta a versvándort, és az út mentén számos segítőnk volt, mind a Magyar Nemzeti Tanács, mind pedig a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői. A verszarándoklat és Radnóti Miklós költészete arra is tanít bennünket, hogy lássuk meg a reményt, emelte ki köszöntő beszédében Vicsek Anna Mária, szerbiai oktatási államtitkár, a verszarándoklat védnöke. Amit Radnóti megélt, ő abból írt a magyar költészetnek talán a legszebb verseit, és az a remény, ami a tragédia ellenére mindvégig végigkísérte őt az útján, minden versében érezhető. Tisztelnünk kell egymásban a különbözőséget, hogy meg lehet egymás mellett élni, férni, magyarnak és szerbnek, vagy magyarnak és szlováknak, vagy románnak. Ez a Kárpát-medencei lelkületünknek a megjelenítését, vagy éppen annak a 21. századi európai sokszínűségnek a megjelenítését jelenti, ahol békében, szabadságban tudunk egymás mellett élni. Hangsúlyozta Szili Katalin, magyar autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, a verszarándoklat fővédnöke, aki szolidaritásból Tóth Péter Lóránthoz hasonlóan mezítláb mondta el köszöntő szavait. Meg kell haladnunk a 20. század szörnyűségeit, és kell tudnunk toleránsan, békében érni egymás mellett, függetlenül attól, hogy ki milyen vallású, viszont nekünk is lehetőséget ad arra, hogy visszaemlékezzünk, és ez az emlékezés megmutassa azt, hogy ennek a nemzetnek olyan nagy kulturális öröksége van, mint amilyen Radnóti költészete is. Az est folyamán a Csak ülj a földre és beszélj az égre című Radnóti Miklós költeményeiből összeállított verseszenés pódiumműsort tekinthette meg a közönség, a Mécsvirág együttes és a Radnóti díjas versmondók Hajvert Ákos és Tóth Péter Lóránt előadásában.